to be the man you gotta beat the man woo Austin316 says I just whipped your ass what is the one quality that you possess ruthless aggression oh! day in and day out for almost six years I have proved to everybody in the world that I am the best this microphone, mindenkit, ez itt a Pankráció történetek legendás pillanatai, én bárfőjök, és velem van a doktor is, most pedig a 90-es évekbe látogatunk el, még pedig a 90-es évek második felébe egy szupersztár felemelkedésének igen fontos állomására, ami mellé egy rettentően nehezen kivitelezhető dolog, és talán a legjobb példa arra, hogy ezt hogy kell jól csinálni. Így van, sziasztok! A mai adásunkban 1997. március 23-a a céldátum, ez a WrestleMania 13, ami szervezetileg egy elég komoly mélypont a WWE számára, a biznisz hanyatlik, tényleg az üzlet a béka segge alatt van, és kapunk egy ennek megfelelően takaréklángos wrestlemania aminek azonban volt egy mentő eleme, egy fénysugár a mennyekből, méghozzá Bret Hart és Stone Cold Steve Austin no disqualification submission mérkőzése, és e, való igaz, ahogy mondtad, e, egyfelől beszélhetünk Austin felemelkedéséről, ami akkor kezdődött el, amikor 96-ban a King of the elmondta a 316 promót, Viszont a face turnje, amikor is bebetonozták őt, mint a Zéra legnagyobb közönség kedvencét, az itt kezdődött el egy bizonyos képpel ezen az estén. És tényleg, ahogy mondod, ugye a WCW szorult helyzetben van, ugye a WCW minden fronton szorongatja őket, ugye a másik oldalon nagyban dübörög a NWO, és egyéb kellemes dolgok, a bizniszük rettentően szalad, ugye több százmilliós bevételük van, és ugye nagyobbnál jobb nagyobb sztárok viszik az a zászlót a túloldalon, miközben ugye Vince szenved, ugye vannak ugye elég komoly büdzsett problémák, ugye hihetetlenül lent volt a biznisz, nem ment a house show biznisz sem, és gyakorlatilag még mindig az identitás keresés kellős közepén vagyunk a New Generation-nek a ilyen hattyúdalában kb. Így van, például a főbajnok az érzelmileg meglehetősen éretlen Sean Michaels volt, aki ö, egy sérülés kapcsán azt mondta, hogy elveszítette a mosolyát, és hazabent. Igen. Ez a hazamegy újabb példája. Viszont ekközben zajlott már egy hosszabb távú feud a szervezeten belül, és ez egy tíz éves közönségkedvenc veterán, valamint a szabad szájú, újonnan felemelkedő szuperstár között zajlott, Austin ugyanis folyamatosan szájolt Brad the Hitman Hartnak a King of the Ring győzelmét követően, aki ekkoriban nem volt az adásokban, mert ugye Brad gyakorlatilag az Iron Man meccset, a Michael Szeleni Iron Man vereséget követően hónapokig nem volt a WWE-ben, és ekkor röppentek fel azok a plegykák, hogy ő elmegy filmezni, vagy ő lesz az NWO harmadik tagja, vagy így van. tudja Isten. Végül azért visszatért, és a Survivor series meg is volt az első mérkőzésük, amit Hart uh, megnyert tisztán. Azonban ezzel még nem volt vége az eseményeknek. Igen, mert ugye kellett valami arra a WrestleMania-ra is, ami, hát fogalmazzunk úgy, hogy sántikált egy kicsit itt különböző okok miatt. Könyörgöm, Undertaker kontra Sid volt a főmérkőzés. <laughs> úgy, hogy Psycho Sid volt a bajnok, 97-be. Hát ugye ekkoriban tényleg nem éppen a legjobb bevételt hozó bajnokai voltak a hogy ugye 95-ben Nash, 96-ban ugye Michael's, meg Hart, 97-ben meg ugye Sid. Sid, aki ugye a népsorból a legkevésbé dró a három közül, mert Nes még valamennyire az volt, de fi financiálisan ő sem volt az igazi. Hát ugye Sid Michaels -e feudolt korábban, aztán Michaels leadta a bajnoki jövet, aztán ugye Brett megnyerte, egy nappal később elveszítette Austin ellen. Ugye ez a feud már a rumble is zajlott, mert például Brett és Austin volt az utolsó két ember a rumble -ben, ben, és Brett kiejtette Austin, csak a bírók éppen egy nagy baléval voltak elfoglalva, és nem látták Austin, így és kidobta tehát és így lett Rumble győztes, de ez egy olyan év volt, ahol a Rumble győztes speciál nem a bajnoki övért ment a wrestlemania hanem tényleg Bret Hart ellen egy DQ submission mérkőzést írtak ki közöttük, és Brett előzőleg úgy gondolta, hogy ez egy viszonylag egyszerű meló lesz, ahol ő megcsinálja a bizniszt Austin-nak. Brett és Austin ugye kifejezetten jó viszonyban voltak egymással. Nem volt szerepük abban a nagy kígyófészekben, amit ugye a, a kanadai brigád meg a klik közötti ellenségeskedés fűszerezett. Olyannyira jobban voltak, hogy például Austin avatta be 2006-ban Brett Hartot a Holofénbe. És, és, tényleg így Brett úgy gondolta, hogy ő most megcsinálja a bizniszt Austinnak, visszaadja a győzelmét, és tovább emelünk rajta. Azonban Vince-nek volt egy másik elképzelés ezzel a meccsel kapcsolatban, még pedig az, hogy hová akar kiukadni vele. Így van, ugye gyakorlatilag ugye a közönség egyre jobban beállt Austin mögé, még ugye egyre jobban szembefordult Brett hártal. Ugye, és ugye megpróbálták itt már előtte is ugye egyre jobban ugye Brettet eltolni ebbe a kanadai hős sztori vonalba, ami, ami utána gyakorlatilag az utolsó fél évét jellemezte a WWE-ben, akkor még WWF-ben, míg ugye austin ugye egyre jobban ugye a nép bajnokának bár ugye pont a legnagyobb ellenfele lett a népbajnoka végül, próbálták pozícionálni, és hát austin nem volt boldog. Ugye Austin már amikor elkezdett pozitív reakciókat kapni, ki volt akadva, hogy miért nem fújolnak engem is. Erre olajat öntött a régi csapattársa a Hollywood Blondesból, az ekkortájt szintén a WB-ben szereplő Brian Pilven, amikor elkezdett neki énekelni hogy Steve is a baby face, Steve is a baby face. <laughs> és éh, Brett meg szintén éh, vonakodott föladni a tíz év alatt felgyülem jó indulatot, mert egy valamit azért te felejtsünk el Bret hart szemben, hogy az Egyesült Államokban tényleg nem volt akkora dró, viszont meglepő módon a világ összes Igen. többi részén bárhová mentek, Kanadába, Európába, Indiába, Dél-Afrikába, Izraelbe, Bret Hart ott a szupervilágbajnok megasztár volt. Igen. Csak valahogy az amerikaiaknak nem működött a... Kicsit szürkek a Az amerikaiak szeretik ugye a larger-than-life uh, karaktereket, Brett meg minden volt, csak az nem. Brett ugye az excellence of execution volt, tehát aki az in kivitelezésnek a nagymestere. De, de ezzel együtt is Brett nagyon sokáig vonakodott, és Vince végül úgy magyarázta neki az egész történetet, hogy úgy akarom megcsinálni a dolgot, hogy Amerikában, ahol nem működsz igazán jól fészként, ott legyél híl, és a világ többi része számára te face maradsz, mert úgyis mindenhol utálják az amerikaiakat ez egy nagyon egyszerű papíron, nagyon jól működő dolog volt. A való életben annyira nem működött, fogalmazzunk úgy. De eljutunk a mérkőzésre, és gyakorlatilag a pillanatunkhoz, ami a wrestling történet egyik legelegendásabb képe, és szerintem azt hiszem a pont, ahogy hívják, nincs benne, az intrókban nincs benne, de azt hiszem már foglalkoztunk vele korábban. Ez pedig ugye, amikor Hart berakja austin a sharpshooterbe egy Bastido Open után. Egy olyan Open után, ami ekkoriban hivatalosan ugyanúgy tiltott volt a wwe ben mint manapság. Tehát e, akkor sem e, felnőtt korhatár besorolású volt az adás, nem lehetett papíron pengézni. Viszont a meccs előtt Brett azt mondta Austinnak, saját bevallása szerint, a könyvében olvasta, hogy ezt ma meg kell csinálnunk, kölyök. Ja. És Austin így bizonytalankodott, hogy figyelj, itt, 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 én ilyet még így nem csináltam, és Brett azt mondta, hogy nyugi majd én megoldom, majd én felváglak, és természetesnek fog tűnni. Ugye, ami nem mindig jó ötlet, amikor a veterán vágja fel a fejedet. Hát abból a szempontból most se volt jó ötlet, hogy Austin körülbelül annyit vérzett, mint a vágási malac, viszont vizuálisan Így van. zseniális volt. Ugye, gyakorlatilag ugye a képünk az, amit szerintem már mindenki látott, aki valaha látott wrestlinget, amikor Austin vonaglik a sharpshooterben, ugye, és hátnak itt a, megint az irinzsenyítása, ugye háttal adták be a Cam-nek a sharpshootert, mert így teljesen a fókusz Austinon volt. Mert ugye gyakorlatilag teljesen ráközelített a kamera Austin szenvedő arcára, amin patakzott lefelé a vér. Ugye a ring melletti kamerával kellett emiatt fölvenni ezt a jelenetet, és ugye Austin azt csinálta, hogy ilyen fekvőtámasz pozícióba felnyomta magát a földről, miközben a sárcsúterben szenvedett. Tényleg szó szerint lehetett látni, hogy lövel ki a vér a koponyájából, beteríti az egész arcát, tiszta karmazsinvörös vörös álarc van, és dacosan beleordít a kamerába, hogy azért sem adja föl. És Egyébként ezt a mérkőzést a double turnre úgy kiátszották, hogy valami elképesztő volt. Tehát, hogy Brett egyre kegyetlenebbül támadta Austin lábát a mérkőzés alatt. Ahogy egyre kegyetlenebbül próbálta eltörni Austin lábát a mérkőzés alatt. És, és tényleg a, a kezdéskor még vegyes reakciót kapott mindkét résztvevő, és ahogy haladtunk a mérkőzés vége felé, úgy kezdtek el eltolódni a reakciók Bretnél egyértelműen a bú, és Austinnál egyértelműen az énzés felé, és ez a pillanat betonozott be mindent, amikor Austin fölállt ebbe a fekvőtámasz pozícióba a sharpshooterből, és egyenesen a kamerába, azzal a véres fejjel belenézett és lekapták őt, miközben Vince nem győzött elnézést kérni kommentárban a vér miatt. Vince <laughs> tudta, hogy ez nem lesz uh, annyira jó. Uh, de hát végül is tényleg bevált, és abszolút beállt Austin mögé a közönség a végére, bár ugye a mérkőzést elveszítette Pessaut-tal. Igen de nem volt hajlandó föladni. És akkoriban ez egy nagyon komoly dolog volt, már a kicsit klisé ez a pass out is. Igen, ma kicsit átmentünk abban, hogy ma mindenki pass out csinál. De akkoriban ez, hogy Austin nem adta föl, és inkább elájult a fájdalomtól, ez tényleg bebetonozta austin az ilyen dacos, ellenkultúrás, antihős szerepébe, és ugye Brett a mérkőzés után folytatta a támadást, Így van bebetonozva a saját hírtörnyét, és utána meghátrált a speciális bíró, a UFC harcos Ken Semrock elő. <laughs> jó, jó Semrock. Na és ugye hát itt is ugye, megvan a kimenetelünk, bár ugye szerintem ezt nem kell sokat magyarázni, hogy mi itt a kimenetel. Ugye Austin elindult egy másik irányba, Osztin elindult a szupersztárá válás felé vezető úton. Ahol Vince vicsorogva várta, hogy megcsinálja, mint a top babyface-t, Vince meg a top heel. Meg egy nyaktörés is vicsorogva várta. Így van. Ezben. És még ezt se tudott az útjába Így, állni, igen. ami durva. Ugye pont Brett ötse Overhart ellen szenvedte el az évszámos aszlám A másik oldalon meg Brett hattyúdala volt gyakorlatilag ez ugye újra összekerült Shawn Michaels-szel, akinek nem volt hajlandó megcsinálni a bizniszt, és jött a screwjob. Mert helyette megcsináltuk volna Tékernek, megcsináltam volna Austinnak, megcsináltam volna bárkinek, Michaelsnek nem, aztán utána már az volt, hogy nem csinálom meg senkinek otthon Kanadában, és jött úgy Montreal. Egyébként Bret Hart azt írta a könyvében, hogy ő azt akarja, hogyha egy kép megmaradjon róla a pályafutásából, akkor az az, hogy megy kifelé az Austin meccs az arénából. És egyébként hajlamos vagyok én is azt gondolni, hogy bármekkora inring zseni is volt Bret Hart, talán pályafutásának a legnagyobb meccsét tette le az asztalra, Stone Cold Steve Austinnal, és egy Austin pályafutásának szerintem ez a legjobb wrestling meccs az igen, biztos. Igen. Hát utána az attitűdben elég nehezett volna meg Austin limitált testi adottságainak, ugye anyagtörés után elég nehéz lett volna ezt überelni. Bár mondjuk Brettnél azért vitatkoznék, mert szerintem a Piperes IC meccs az lehet, hogy egy fokkal jobb. egyébként fantasztikus volt. Tényleg, tehát a WrestleMania 13-nak ez a meccs az abszolút mentő eleme, a Brett Austin, és az, hogy tényleg megcsinálták a double Törnt, igen, igen. Az, ami egy, ami egy rohadt nehéz dolog, hogy, hogy pszichológiailag tökéletesen felhúzták arra a mérkőzést, hogy a végére megkapják a kívánt reakciót, ez mind a két résztvevőt méltat, főleg a Ring General Brettet, de austin is, igen. mert ott kellett lenni hozzá, és ez a véres arc, ez az attitűdéra talán legikonikusabb képe, amiben benne van mindaz, amiről ez a korszak szólt. Így van. És ennyi volt a mai pillanatunk, köszönjük, hogy velünk voltatok ismét, reméljük, hogy szórakoztatok és tanultatok valami érdekeset. A következő videóban a 2000-es évek extrém momentjéhez látogatunk. És sútolunk egy kicsit! Így van, mert az mindig jó, de addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni. Bízatok a doktorban! És csak semmi pánik, srácok! And wrestling is fun! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük, hogy megnézted a videót! Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra ha néznél még egy kis szorítót, itt áld lejátszási listáját, valamint a legújabb videó. Az élőadásainkért kövess minket Twitchen, támogass minket Patreonon, valamint csatlakozz a Szorító klubhoz a Discord szerverünkön. Minden linket megtalálsz a videó leírásában.